Dombovár képviselőtestülete 16 napi rendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén, ahol a sportszervezetek részére kiírandó pályázati lehetőségekről is döntés született. Kiírását előtte egyeztettük a civil tanáccsal és a sporttanáccsal, ez a pályázat ma már meg is jelent és elérhető a város honlapján. Nagyon fontos, hogy a képviselőtestülettel előzetesen egyeztetve úgy döntöttünk, hogy a tavaly duplára emelt sportkeretet szintén meg fogjuk tartani, és a civil tanács kérésének megfelelően, akik szerettek volna külön forrást kérni arra, hogy a közösségi rendezvényeiket egy közös alapból tudják finanszírozni, nem csökkentettük a pályázati összeget, hanem 1 millió forinttal tudjuk őket támogatni. Ez egy nem pályázható keret, ezt a civil tanács saját maga dönti el, hogy melyik közösségi rendezvényére használja fel. Nagyon fontos, hogy több mint 50 civil szervezet van ebben a versenyben, és több mint 50 sportszervezet. Természetesen a tavaly már jó megszokott mechanizmus alapján születik a döntés. Civil, illetve a sporttanács elnöksége a javaslat alapján fogja meghozni a testületi majd azt a határozatot, amely mentén részesülnek majd a szervezetek a megítélt támogatásban. Ez az alap, ez egy hónapig lesz nyitva, nagyjából a március végi testületülésen fogjuk a bírálatot elkövetni és meghozni a határozatot. Az utak felújítása, karbantartása mindig egy sarkalatos pont az önkormányzatok életében, nincs ez másként Dombováron sem. Nagyon fontos, hogy az eddigi évektől eltérően már január elején megjelent az útfelújításos alap. Ez egy belügyminisztérium és pályázat. Ezt az alapot mi minden évben nagyon várjuk, hiszen Dombováron nagyon nagy szükség van az utak felújítására, hiszen azok állapota sajnos rossz. Minden lakó és minden utcában a legtöbb panasz az útra érkezik. Ebből adódóan az előző évekhez hasonlóan az idén is nagy mértékű önerőt vállaltunk ez a pályázathoz, hiszen az elnyerhető 40 millió forinthoz 62 millió forint saját erőt vállalt Dombovár városa. Ebből most már az évek óta elhúzódó Dombovár szőlőegyet Kapospolával összekötő tűzlepke sornak a felújítását tervezzük. Ez eddig évek során ez az utca kimaradt, hiszen külterületen volt, tavaly intézkedtünk és bevontuk belterületbe. Ez alapvetően az út balesetekkor, illetve olyan közlekedési forgalmi korlátások mentén fontos, amikor Dombovárt el kell kerülni Kaposvár, illetve Pécs felől. Ez az az összekötő út, ami szinte már a járhatatlanná vált. Ezen túlmenően néhány Dombovári utca felújítására pályáztunk még, és ez adja ki a 102 millió forintot. Nagyon remélem, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a kormányzat, illetve a belügyminisztérium nem változtat a jó szokásán, és Dombovárnak megítéli ezt az összeget, és március végén, április elején ezek a munkálatok elkezdődhetnek és be is fejeződhetnek, hiszen hosszabban beszélek róla, mert előtt elkészül, ez csak forrás kérdése. Dombováron elég sok a rossz állapotú út, így mérlegelni kellett, hogy melyek azok, amelyek felújítására szállnak majd ebből a keretből. A legrosszabbakat próbáljuk előrevenni. Alapvetően azokat az utakat próbáljuk mindig karbantartani, amelyeken a tömegközlekedés zajlik, vagy pedig, amit említettem már, ez a tűzlepke sor, amelynek akkor van szerepe, hogyha nem közelíti tömeg, Dombovár is el kell kerülni. Nyilván vannak olyan utcák, amelyekben szórt makadám út van, azoknak a felújítását is el fogjuk követni. Ebben azt gondolom, hogy új Dombovár tekintetében a Mikeskelemen utca volt a legrosszabb, ráesett a választás is a Dőrjúgó utcára, illetve Radnót utcába volt még egy tavalyról elmaradt szakaszunk, azt szeretnénk befejezni ebben az évben. A képviselőtestület döntött a 2022-es rendezvény naptárral kapcsolatban is, így biztos nem maradnak programok nélkül, idén sem a dombováriak.